Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Kizárhatják a plug-in hibrideket a zöldrendszámra jogosult járművek köréből, írta meg a Telex. Egy, az Építési és Közlekedési Minisztérium a szerkesztőségbe eljutott előterjesztése alapján. Az igazán érdekes az az, hogy nem csak a jövőben forgalomba helyezendő plug-in hibrideket fosztanák meg a zöldrendszámtól és így a kedvezményektől, de visszamenőleges jelleggel a már így futó autókat is. Tehát te elviszed a konnektoros hibridedet műszakira, ott leveszik róla a zöldrendszámot, és felmegy a helyére a fehér, és bukod az összes eddigi kedvezményedet. Hogy utólag be kell fizetni az adókat, vagy hogy a rendszámot a csere esetén kifizeti, azt még nem tudjuk, hiszen csak a telexes újságírók látták az előterjesztést, de nyilvánvalóan a téma enélkül is rendkívül érdekes és szerteágazó és megosztó, úgyhogy át kell tárgyalnunk. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengő lájkot, és már kezdünk is! Ez egy autós csatorna, felteszem a nézőink legnagyobb része tisztában van vele, hogy mi ez a konnektoros hibrid, de a későn érkező kedvéért gyorsan összefoglalva, ezek olyan autók, amelyeknek van belső égésű motorja és elektromos hajtáslánca is, hagyományos hibridként is tudnak üzemelni, viszont az akkumulátort tudod tölteni konnektorról, így az autó 30, 40, 50, 60 vagy esetleg még ennél is több kilométert el tud menni tisztán elektromosan, majd pedig indítja a belső égésű motort, és hibridként üzemel tovább, tehát fékezésre visszatermel, gyorsításnál besegít a villanymotorral. Az elmélet nagyszerű, hiszen hétközben közlekedsz áramról, le tudod a gyerek iskolába vitelét, a bevásárlást, az ingázást, a mi egyebet, majd amikor hétvégén el kell menni kirándulni, meglátogatni a nagyit, nyaralni, stb., akkor pedig takarékos hibridként üzemelve közlekedsz az országúton. A városi szennyezés ezzel csökken, tisztább lesz a városok levegője, és országúton, ahol amúgy hatékonyabban üzemelnek a belső égésű motorok, kisebb fogyasztással és kisebb kibocsátással működnek, ott tökéletesen tudnak működni. Igazából ez az előnye, az elmélet csodálatos, ám a gyakorlat nem mindig ilyen szép, de erről majd később. Elméletben a zöldrendszámos autók sokat javítanak a városok levegő minőségén, Európa szerte, így Magyarországon is, az állam mindenféle kedvezményekkel próbálta meg ösztönözni a vásárlókat arra, hogy ilyen autókat vegyenek. Ugye mondani se kell, ezek az autók azért drágábbak, mint a hagyományos hibridek, vagy a hagyományos belső égésű, tisztán belső égésű modellváltozatok. Például 2015 óta Magyarországon sok helyen ingyenes a parkolás. Nincs regisztrációs és gépjárműadó sem, átírási illeték, és nincs cégautóadó, tehát kifejezetten kecsegtető ilyen autót venni ezen szempontok alapján. Viszont a fő probléma az a valóságban, hogy a PHV, tehát a konnektoros hibrid környezetbarátsága, az egész pontosan azon múlik, hogy a tulajdonos mennyire hajlandó töltögetni az akkumulátort. Sokan például cégautóként kaptak ilyet, kihasználják a kedvezményeket, mint az ingyen parkolás, de sosem töltik fel az akut. Az autó cipeli magával a komplikált hajtásláncot, a nehéz akkumulátort, így sokszor rosszabb a kibocsátása, mint egy hagyományos hibridnek, többet is fogyaszt ennél, és a kedvezmények meg közben ott vannak. Ezzel párhuzamosan a gyártók, mivel a VLTP ciklus alapján mérik a fogyasztást, remek alapot kapnak egy kis greenwashingra, hiszen a VLTP az első 100 km alapján mér, elmegy az autó 60-70 km-t áramról, majd az utolsó 30-40 km-re bekapcsolja a belső égésű motort, és így kiátlagol magának egy röhelyes, egy másfél literes fogyasztási adatot. Ugyanez a helyzet a kibocsátással. A Transport and Environment és a Gráci Műszaki Egyetem közösen készített egy kutatást egy BMW 330e-vel, egy Peugeot 308-assal, valamint egy Renault Megane hibriddel, és az derült ki, hogy ha ezeknek az autóknak nem töltik fel az akkumulátorát, akkor városban 5-7-szer magasabb a kibocsátásuk, mint amit a katalógus ígér. Azt se felejtsük el, hogy amúgy a gyártó is jól jár, hiszen egy zöldrendszámos PHV is csökkenti a flotta átlagot kibocsátás tekintetében. A BMW például árulhat 20 literes fogyasztású biturbo V8 X5 M-et azért, mert van neki X5 plug-in hibridje zöldrendszámmal, amire rá lehet írni egy 5 literes fogyasztási adatot, hát nyilván abban is ott van a 3000-es sorhat. Ezzel szemben a Suzuki nem árulhat Jimny-t személyautóként, hiszen nincs egy kamu hibridjük sem, ezért nem tudják a flotta átlagban ellentételezni a virágládányi hobbiterepjárójuknak az 1.5-ös motorjának a kibocsátását.
De ha már a népharagról beszélünk, sokan felállva tapsolnak a PHV-k zöld rendszámának az elvételének, ebben ugye benne van az emberi rossz májúság is, ahogy Balló Marci megírta a Totálkára, ezek a tapsoló emberek lesznek az elsők, akik majd 10-15 év múlva mennek a neppertelepre megvenni a zöld rendszámos autót, és töltögetik lelkesen, mert azért rájönnek, hogy nem tankolni elég jó dolog. És sokan gondolják azt, hogy zöldrendszámos autót csak adóelkerülés miatt vásárolnak emberek. Na most, hogyha egy kicsit utána nézünk ennek, azért ez nem annyira állja meg a helyét. Nézzünk például egy hibrid Toyota Corollát, ami nem konnektoros, csak sima, nagyon takarékos Toyota bolygóműves hibrid, 13,3 millió forintért találtam ilyet. A méretben hasonló hajtáslánccal szerelt, de PHV, tehát konnektoros hibrid, ezáltal a zöldrendszámos Toyota Prius, az meg 18,5 millió. Tehát a konnektoros hibrid ugyanabban a méretosztályban, ugyanazzal a hajtáslánccal 5 millió forinttal több, mint 5 millió forinttal drágább. Most ne gondoljuk már, hogy valaki azért fizet 5 millióval többet egy autóért, hogy aztán megsporolgasson egyszer egy átírási illetéket, meg utána az 3-600 forintos parkolásokat. Nem tudom, hány évig kéne parkolnom, hogy ez visszajöjjön. Aztán, ha már előbb emlegettük az X5-ös BMW-t, ott is több mint 5 millió forint a különbözet, hogyha a 6-hengeres plug-in hibrid és a sima 6-hengeres benzines változat között nézzük az arányokat. Egész egyszerűen nem adja ki a matek. És akkor arról még nem beszéltünk, hogy a lemerült hajtó akkúval is hibridek ezek az autók, tehát feltehetőleg hatékonyabbak, hogyha az ember tud velük közlekedni, mint hogyha tisztán benzinesek vagy tisztán dízelek lennének. És ott van például az én saját helyzetem. Én nagyon szeretnék átülni egy villanyautóba, az én jelenlegi felhasználási profilomba, mondjuk egy Tesla Model 3 alapváltozat tökéletesen passzolna, ezt használtan olyan 12 millió forintért lehetne megkapni, de nekem nincs 12 millió forintom. Ellenben az teljesen reálisnak látom, hogy a közeljövőben mondjuk 4,5 millió forintért vegyek egy Ford C-Max PHEV-t, ami 30-32 kilométer tud elektromosan, tehát a napi ingázásomat tökéletesen le tudom bele, és mivel van benne egy hagyományos bolygóműves hibrid, egy szívóbenzin motorra, ezért amikor hétvégén kiszabadulok az országútra, akkor meg nagyjából 5 literes fogyasztással közlekednék vele. Tehát a baj az, hogy PHV és PHV között is komoly különbség van, és PHV felhasználó, valamint PHV felhasználó között is komoly különbség van. Az egyértelműen nonsens, hogy 30-40 milliós 500 lóerős kvóta hibrideket támogatunk kedvezményekkel. Erre nincs szükség. Az is nonsens, hogy cégautóként az ingyen parkolás miatt sosem feltöltött akúval járnak az emberek. Ez sem jó. Ellenben van tök sok olyan ember, akik valóban kihasználják a PHV-k adottságait, és azért vettek ilyen autót, mert szeretnének egy kicsit környezetbarátabbak lenni, szeretnének egy kicsit spórolni, és ezért hajlandóak voltak a nehezen megkeresett és leadózott pénzükből egy drágább terméket megvenni. Na, ha a tervezet megvalósul, akkor mindhárom típussal egyszerre fognak kicseszni. Jelenleg Magyarországon 33 ezer PHEV fut, és ezen emberek jó része azért fizetett többet az autójáért, mert hitt az állam által kínált feltételekben, amik most így a semmiből megváltoznának, feltűnően hasonlít ez a néhány hete tárgyalt napelemes dologra. És ez egy kicsit így megakasztott, elgondolkodtam, hogy vajon tényleg megteheti ezt az állam? Hogy én sok pénzt kiadok azért, hogy éljek egy kedvezménnyel, aztán azt a kedvezményt hirtelen elveszik? Megkerestem dr. Schiffer András ügyvédet, aki hát azzal kezdte, hogy még nem láttuk a jogszabályt, nem látta azt a dokumentumot, ami eljutott a Telexhez, ennél fogva csak abból tud következtetni, amit a Telex cikkben olvasott. Na most ő azt mondta, hogy feltételezzük azt, hogy a zöldrendszámhoz kapcsolódó jogosultságok jogszabályban meghatározottak. Kizárólag azok a zöldrendszám használók jöhetnek szóba, akik azt követően vettek PHV-t, miután megjelentek a jogszabályok, amik a zöldrendszámokhoz kedvezményeket rendel. Ha megjelenik egy olyan jogszabály, ami a kedvezményekre jogosultak köréből kirekeszti a PHV-ket, akkor azoknak a tulajdonosoknak, akik a kedvezménybiztosító jogszabályok megjelenése után vettek PHV-t, na hát náluk valóban felmerülhet vagyoni sérelem, hiszen a jogszabályban bízva vásároltak ilyen autót. Van egy kivételes alkotmánybírósághoz fordulási lehetőség.
ha egy jogszabály hatályba lépésével, közvetlen érvényesülésével közvetlenül sért alapvető jogot, a sérelmet szenvedett minden egyéb bírói út nélkül fordulhat az Alkotmánybírósághoz. Mivel még nem ismert a jogszabály, ezért jelenleg még nem lehet megmondani, hogy hogyan kezeli majd az Alkotmánybíróság. Ha az Alkotmánybíróság nem fogadja el a közvetlen érvényesülést, akkor a sérelmet szenvedettnek végig kell játszani a feltehetően egy közigazgatási bírósági utat, majd az ügydöntő jogerős bírósági határozattal szemben élhet alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybíróságnál. Ugyanakkor, ha nem megspórolható a bírói út, arra is lehetőség van, hogy indítványozza a sérelmet szenvedett felperes, hogy az eljáró bíró az eljárás felfüggesztése mellett maga kérjen normakontrollt a sérelmezett rendelet kapcsán az Alkotmánybíróságtól, ez esetben az Alkotmánybíróságnak záros időn belül döntést kell hoznia. Azonban az teljes egészében az ilyenkor eljáró bíróra van bízva, hogy eleget tesz-e egy ilyen tartalmú indítványnak. Eddig tehát az ügyvéd úr meglátásai. A további fejlemények és a részletek amúgy továbbra sem ismertek. A Telex levelére az illetékes minisztérium azt válaszolta, hogy amint további fejlemények vannak, tájékoztatni fogják őket is és a sajtót is, úgyhogy figyelünk. De az biztos, hogy 2019 óta azért elő-előkerül az, hogy meg kéne már szüntetni ezeket a kedvezményeket, és soha nem lett belőle semmi. Hozhatnánk példának ugye a robogók rendszámozását, dugódíj bevezetését és egyebeket. Viszont ha most további konkrétum derül ki, akkor nyilván mi is mindenképpen beszélni fogunk róla. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán vasárnap folytatjuk.